Amire nagyon kíváncsi voltam, hogy a lakás elválasztó falak vajon hány centisek. Biztos voltam benne, hogy egy rétegű lakás elválasztó falak vannak. 2000-es években azért hangátló tégláról még sehol nem volt szó, de itt ráadásul a nappaliban is látszott, hogy hát bele vannak vésve konnektorok is. Úgyhogy innentől kezdve akármiből is lehetne az egy rétegű lakás elválasztó fal, akkor sem tud megfelelő hangátlást biztosítani. Az ingatlanos meg a közös képviselő elmondta, hogy hát a szomszéd lakásban egy fiatal pár lakott vagy lakik, akik nagyon hangosan szexeltek, és a kisgyerekes család, aki ebben a lakásban lakott, hát bírta egy darabig, aztán nehéz volt a gyereknek elmagyarázni, hogy hát a bácsi nem bántja a nénit, hanem játszanak. Ezért készült egy hangátló előtét fal a nappaliban emiatt. Ami 8 centit elvesz egyébként ott annak a helységnek a szélességéből. De például a konyha és előszoba felől volt lehetőségem bekukkantani a mellettévő lakásba, ugyanúgy konyha előszoba van, ott nincsen semmiféle előtét fal egyik oldalon sem. A